Letette hivatali esküjét az új olasz miniszterelnök. Giorgia Meloni kormányával együtt szombaton a római Quirinale palotában tette esküt Sergio Mattarella államfő előtt. Meloni az első női és a második világháború vége óta az első szélsőjobboldali miniszterelnök Itáliában. A Meloni kormány miniszterei közül hatan nők, öten pedig szakértők. Az új fogyatékosságügyi miniszter Alessandra Locatelli elismerte az ország szociális, gazdasági nehézségeit. Az új olasz kormánynak tennie kell értük, hangsúlyozta. Számos európai politikus a Twitteren üdvözölte Melonit. Orbán Viktor magyar miniszterelnök az elsők között gratulált. Azt írta, nagy nap ez az európai jobboldal számára. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt kívánta, hogy az első olasz női miniszterelnök kormánya sikeresen tudjon válaszolni a kor kihívásaira, és együttműködést kért az új olasz vezetéstől a béke érdekében. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen is konstruktív együttműködést remél. Együtt minden nehézséget le fogunk győzni, írta. Európának szüksége van Olaszországra, írta Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szintén a Twitteren. Meloni pártja az Olaszország fivérei a szeptember 25-i parlamenti választáson aratott győzelmet. Jobboldali szövetségeseivel, Matteo Salvini Liga pártjával és a Silvio Berlusconi volt miniszterelnök vezette Hajrá Olaszországgal abszolút többséget szerzett a törvényhozásban.